Sziasztok! A karantén ideje alatt arra gondolunk, hogy kiválasztunk 16 sportolót, és otthonunkban zárva egy kicsit megdolgozzuk őket. Ha már úgy alakult, hogy úgyis mindenki otthon a négy fal között sütögeti a pecsenyéjét, akkor legalább játszunk egy picit. Ki a legügyesebb, a legokosabb vagy a legkreatívabb, ez lesz a kérdés. Párbajonként 5 játék, a győztes tovább jut, a vesztes pedig tovább unatkozik, úgyhogy ha mindenki készen áll, akkor megyek is a home office-ba, és kiderül ki a mai párosunk. A mai 8-a döntőben két olyan sportoló vív majd csatát egymással, akinek már a neve is nagyon-nagyon sokat ígér. Gondoljunk bele, hány olyan kis, nagy és kovács rohangál a különböző sportpályákon, akik arról álmodoznak, hogy egy frappáns névváltoztatás után maguk is szuperek vagy császárok lehetnének. Az adottságok tehát megvannak, nagy szeretettel köszöntöm a magyar jégkorong válogatott korábbi kapusát, illetve a magyar férfi kézilabda válogatott irányítóját, Szuper Levente, Császár Gábor, szevasztok! Sziasztok! Ha mindenki mindenkit? Levi, te is hallasz minket? Picit akad a net egyelőre. Igen, hallok. Nincs, jó, az jó. Egy pillanat olyan, mint a teljes csend lett volna. Jól van, kapus az egyik oldalon, lövőgép a másik oldalon. Mit vártok magatoktól? Van egy gyenge pont? Van-e erős pont? Van-e feladat, amitől picit is féltek a mostani játékban? Csasi? Én már az igazság, hogy amióta a videót meg kellett, össze kellett hozni, nekem már az egy akkora stresszfaktor volt, hogy én tényleg nehezebben csinálok most már hülyét magamból, azt kell, hogy mondjam, és a feleségemmel ráadásul most összevágni egy kicsit a videót, hogy valahogy kinézze, ez napokig komolyan mondom, nem aludtam, úgyhogy ennél már remélem, hogy csak jobb lehet. Egy picit szomorúan hallom, hogy nehezen csinálsz hülyét magadból, itt azért nem te lennél az első, aki a saját inger küszöbe alá esik jóval, de majd meglátjuk, mit hoz ki belőled ez a fél óra. Levi, nálad mi a dörgés? Hát nagyon vicces, tehát mi nagyon élveztük, nagyon jót mulattunk rajta, a feleségem vett föl minket, pont eljött az ötlet. Hogy mi ez az ötlet, ezt mindenki látja majd, de nem ez lesz az első játékunk, hanem a Felképeltek, ahol egy egészen horrorisztikus arcnak a részleteit kell majd két-két pontért kibontani. Figyeljetek, itt az első játék már is. Srácok, az fog történni, hogy mind a kettőtöknek mutatunk egy-egy arcot. Ezek nem létező arcok, mi fabrikáltuk őket össze a saját sportágatokból, 5 különböző játékosból, és van egy ilyen vízszintes felosztás, tehát levágtuk a homlokot, a szemet, az orrt, a száját és az állat. Úgy néz ki, mint egy ember lenne, de ti fogjátok megmondani, hogy valójában mi a neve. Két-két pontért lehet mondani majd a tippeket. Egy percen keresztül zúdítsátok nyugodtan a tippeket, csak mindig értsük meg, legyen világos, hogy éppen melyik arcrészletről van szó. Csasi, te leszel az első, úgyhogy kérlek szépen, hogy helyezd ujjadat a gombra. A megnyitás már nagyon közel van, én visszaszámolok, indítjuk az egyperces órát, és kezdj el pufogtatni, hogy kiket látsz a képen. 3, 2, 1, és tessék, indul az egy perc! Van egy lékai benne, az biztos, a bajusz. A bajusz a lékai, vagyis a száj, 2 pont. Mikler. A mi a Mikler? Talán a haj, vagy nem tudom. Nem talán, hanem tuti a haj, ez már a negyedik pont. Mikler, a haj, valakinek van ilyen orra. Bánhidi bent a szeme? Igen, 6 pont. Nagyon hasítasz, még 2 kell. Szitha Zolinak az álla. Igen! Nagyon nagy vagy, 8 erős, pont. Neki van ilyen erős szakálla egyetül. És ez az orr, figyelj. 25 másodpercet van megmondani az orrot. Fogalmam sincs. Fiatal öreg? Mondjál már legalább ennyit. Dehogy mondok, hát így is túl jól állsz. Legalább pufogtass nyugodtan, van még 10 másodperced nagyjából. Nem tudok kit mondani erre az orra, azt az igazság. De a többi azt megismertem. Fogalmam sincs, hogy van ez. Nem tudom, ezt a feladom, jó? Jó. Letelt az idő, én azt szeretném neked javasolni, hogy gyorsan írjál egy SMS-t Ligetvári Patriknak azzal a szöveggel, hogy apa, hogy lehet ilyen óra valakinek? Hát figyelj, a kézlabdásoknak általában, főleg ha ilyen nagy darabok, mindig beverik az órát, ez meg ilyen, hiszen nem, ez ilyen kis cuki. Jó. És az olyan kis cukik, mint te, azok meg épp orral megúszták a pályafutásukat. Pontosan. Jó, ez azt jelenti, hogy ez egy hián egy totális arcleírás volt. Mikleré volt tehát a fej, Báhidi nézett minket, Ligetvárit nem sikerült kiszagolni, Lékaié volt a száj és a bajus, és Szita Zozó pedig az alsó rész, ami még maradt a 10-ből, 8 pont. Jellegzetes különben ez a haj, a Rolinak 20 éve nézem, ugyanaz a haja mindig.
Úgyhogy Mátének meg ez a bajusz, ez nincs még egy ilyen. Úgyhogy jó, oké, bocs. Oké, 10-ből 8 pont bezsákolva, megyünk tovább Levihez. Van egy pici probléma, a jégkorongozók arcát meccs közben ritkán látni. Most tehettük volna úgy föl a kérdést, hogy melyik sisakrácsot ismered föl, de arra kérlek, Levi, hogyha minden oké, akkor te is légy szíves, készítsd elő a magad fájlját, és amikor azt mondom, hogy most, akkor nyisd meg, és el fogom indítani az órát az egy percre, jó? Rendben. Ha készen vagy, akkor mutatunk, de ne ijedj meg, jó? Mert borzalmas lesz a látvány így elsőre. Nyisd meg kérlek a fájlt, és e pillanatban indul az óra. Hű. Gyerekeket itt nincsen magyarek között, az biztos. Nincs, abszolút nincs. Hú, köszi szépen. Na, az alsó szakáll az Thornton, az biztos. A száj... Joe Thornton 2 pont. A száj az Burns, biztos. Igen, Brent Burns, ez a negyedik pont. Az orr, hát az most ki lehet? Simmons lehet, vagy... Nem. Inna lehet, vagy Subban lehet. Ott volt a találat. Szabban volt. Igen, volt. A harmadik, ez megvan, már 6 pontod van. Haj, hát az ki lehet? Az Lundqvist lehet, Cuccarello lehet. Nem. Akkor szemezzünk, van még 15 másodperc nagyjából. Nem, hát... Szem. Mit tudom én. Meg David? Nem tudom. Nem. És hát... most le is telt az időközben. Huszáros kezdés után jött egy hanyányi bizonytalanság, de azért az első három az nagyon hamar meg volt, Levi. És ugye tényleg ez egy, hát azt mondtad Burns-re, hogy a száj, tehát a száj vagy, ami marad belőle, hogy egészen pontosak legyünk. Tehát gyakorlatilag alulról a három az meg volt tökéletesen. Eric Carson élet volna még a felső rész, a homlok és a haj, és Dane O'Hara pedig a szem. A többit pedig ugye Subban, Burns és Thornton az meg volt neked. Ez 6 pont, ez csak egyel kevesebb találat, mint Chassinak, aki úgy fickándozott így első ránézésre. Mondjuk egy Palkovics Krisztiánnal könnyebb helyzetben lettem volna. Jó. Értem, hogy reklamálsz, még el sem kezdődött a mérkőzés, természetesen fölírjuk, és a végén majd, amikor ülésezik a bizottság, akkor minden szabadat számításba veszük. Az első játék után 8-6 Chassinak jön a második. Jön a mezeket fel, ahol az a lényeg, hogy én be fogok mondani nektek nagy hirtelenjében az éterbe egy labdarúgó csapatot. Ha tudjátok, hogy melyik a két fő színe ennek a klubnak, akkor már is lehet menni felszántani a lakást, és minél több ruhadarabot, vagy kiegészítőt, vagy bármilyen tárgyat magatokra dobni, amely ebben a két színben pompázik, vagy valamelyik árnyalatában. Ha nem tudjátok, milyen színű ez a futballcsapat, akkor gyorsan googlizzátok, de ez már a 2 perc rovására megy, és akkor 2 perc múlva itt találkozunk, és megnézzük, hogy megvan-e az öt, a minimum 5 ruhadarab, illetve mennyire voltatok kreatívak. Ha ez mindenkinek összeállt, és ha nagyjából belőttétek, hogy merre van a gardrób, merre van a konyha, merre a gyerekszoba, ahol a potenciális tárgyak vannak, és ha Levi is megemésztette a feladatot, akkor elindítom az órát, és kimondom a csapatnevet, amely nem más, mint az AS Roma! Nyomás! Milyen nyomás? Még egy előre googlizás zajlik. Aha. Ez milyen szín? Idő van! Meg vagyok! Bárki vagy idegen, küld vissza a szuperlevét! Nem tudom, hogy fogunk kommunikálni jelbeszéddel? Valami van a szádban? Ez kegyetlen! Alma! Én ilyet még nem... Almát eszel? Igen, piros alma, társ, Róma, piros. Jó! De egy valamit azért itt még tartok a kezemben, nagyon fontos. Az nagyon szép. Az nagyon szép. Milános, ez a Róma játék. Pontot ér, nem bánom, de ez tehát nem Róma, hanem
igen, tehát most volt. Hát vannak néhányan nálunk a Sport TV-ben, akik most kinyitják a földszinti ablakot és kivetik rajta magukat. Levi, ha már úgy is állsz, ne is ülj le, figyelj, le se ülj, csak nézzük végig, hogy hány darab. Hát most nem leszek szigorú, hogy a bordó az lehet piros, meg ez a fura sárga lehet bármilyen sárga. Hány darab van nálad, illetve miért gondolod, hogy ami a kezedben van, az rajtad van? Jó, a koffer az oké. Okay. Na, számoljunk. Arra volt szó, hogy kellék. Hát most... Így van. Jó, jó, mehet. Ez egy legós társra. Várjál, mert alma a számba volt. Hoztam egy eperlekvárt, ez ilyen bordó. Ez már három, és még ruháról nem volt szó. Igen. Lehet sál is. Mindenképp elfogadjuk. Bohócor. Teljesen kész. Egy, hát egy ilyen, izé, tehát ez egy krampusz fül, igen. Igen. Brutál holmi, igen. Hátizsák a fejem. Hát figyelj, a gatyát már nem volt időm fölvenni, úgyhogy a fejemre tettem, mint egy csapka. Jó. És most kezdjük csak a bodyt? Melegítő, felső, akkor a pulcsi, ami rajtam volt, az... Elfogadjuk. Eleve, igen, és... Jézusom. Leveszem a... Fia, a csaszi közben leissza magát, tőled pár ezer kilométeres Svájcban. És kiesett három banán a zsebemből. Még jó, csak a zsebedből. Várjál! Volt egy könyökvédő, egy, nem találtam a párját. Óriási. Ez egy gyerek sipcsontvédő inkább a könyökömön. Hát ennyi. Hát gyerekek, én azt kell, hogy mondjam, és általában végén szoktam pontozni, de én még ilyet nem láttam. Tehát a darabszám az a minimum 5, az inkább 15 volt. Művészi értékben pedig, amikor beléptél a képbe, akkor nekem a kicsi szívem megdobbant. Én erre odaadom a maximális 2x5 pontot, úgyhogy szuper Levente egy max 10-essel fog leülni, és aztán a banán-alma verseny a kofferbe zárt bohócorral az majd zajlik tovább. Csaszi, ha kiheverted a látványt, akkor mutasd, mit gyűjtöttél össze? Először is azt gondolom, hogy ez nem fér. De rögtön gondoltam. Mész te is majd a reklamáló irodába. Én annyira nem vagyok kreatív, mint a Levi, de igyekeztem összehozni. Szóval van egy ilyen sapkám, hogy a narancs és a, egy kicsit a narancsos sárgás, ugye, és a piros. Igen, hát majd meglátjuk. Az ez mi? Ez egy sapka. Ja. Narancssárga. Van egy másik kutyó, ez piros. Jó. Okay. A kettőből az egyik, az biztos nagyjából hasonlít. Itt állom meg a kobátját, fel tudtam húzni így a félkezőre. Ja. Igen. Ez itt van. Akkor van egy... De az rózsaszín volt, nem? Nem, ez abszolút piros, abszolút. Jó, oké. Akkor ez egy össze-vissza, ezt nem tudom, hogy el lehet-e fogadni, ez még a mezen. Ezen van minden, ami lényeges. Igen. Itt a narancssárga. Igen. Nagyon narancs vagy, mert valahogy a Schaffhausen befigyel, de hogy igazából a pirosat keresem még, de helyes a gatyád. Jó. Igen. Van akkor egy cipő. Az viszont olyan bordó, mint amilyen bordó még a Róma se volt soha. Na, mondom, hogy a színek egy kicsit így megváltoznak, ugye Svájc és Magyarország között egy kicsit így változnak. Jó, figyelj Csaszi, ami biztosan abszolút stimmelt, ugye az egyik sapka az biztosan jó volt, a cipő az tökéletes volt, az ugye biztos egy piros is. Igen. A sárgákból úgy szoktuk csinálni, hogy a nagyszámok törvénye alapján, csak például emlékeztetve a legutóbbi adásban, tehát Dombi Tibornak a 4 darab kék pólóját egy zöldnek elfogadtuk, tehát neked is a narancssárga halmozat az nálam egynek befért, tehát én 4-nél vagyok most így ruhadarabilag a pontozásnál. És azon kívül egyébként jól néztél ki, tehát a dupla sapka, nálam a dupla sapka az abszolút a kreatív pontszámon dob. Tehát összességében az 4 és 3, én ezzel akkor 7-es darab pontot megajánlok a ruhadarabok száma és a kreativitás alapján. Jó, akkor ebben a játékban a Max először a műsor története során a maximális 10 pontot kapta, Szuper Levente és 7-et kapott Császár Gábor. Lássuk, hogy állunk. Az itt szerzett maximális pontszámával Szuper Levente megfordította az állást a második játék után, és 16-15-re vezet Császár Gábor ellen. Itt tartunk egy pici lélegzetvételnyi szünetet, főleg azért, hogy megemészszük Szuper Levente divat bemutatóját, és aztán 3 további játékkal megy tovább a karantén király már is.
Két játék után egy ponttal vezet Szuper Levente Császár Gábor előtt, és jön egy újabb játékunk, amely bevon majd a műsorba egy újabb szereplőt. Ez a szereplő pedig nem más, mint Scherer Péter színművész, aki most már hosszú ideje azon morfondírozik, hogy hogyan lehet a lehető legköltőiben megfogalmazni mindazt, amit lát, hogyan lehet versbe, prózába önteni azokat az őrült trükköket, amelyeket ti küldtök nekünk. Nos, Levinek és Csaszinak is 24 órával az adás előtt kellett elküldenie nekünk valamit, ami jellemző rájuk négy fal közé zárva, valami marhaságot, valami teljes őrületet, úgyhogy ez következik most, és nézzük meg először Szuper Levente produkcióját. Na, milyen volt? Nagyon, nagyon-nagyon kellemes. Szavakat nehezen találok a Levi produkciójára. Csasi azt akarja kérdezni, hogy hol lehet szuperkoncertre jegyeket venni? Ez az első. A másik pedig az, hogy a kislányoknak nagy gratuláció, nagyon ügyes volt. Nem, hát az, az igazság, hogy láttam, hogy a Levinek is van két gyermeke. Jól tudom, ugye, Levi? És nekem is, úgyhogy ez, ha már gyerekes program, a gyerekes felvétel van, nekem már igazából az már nyerő, mert azzal már nagyon mellé nem lehet ütni. Én is kihasználtam, amennyire lehetett a családot, úgyhogy gratulálok, ügyesen megoldották a feladatot. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsi vágást azért még vártam volna bele, mert mi nagyon megszenvedtünk vele. Ez volt a Szuper Leventék produkciója. Átnézzünk most pár ezer kilométerrel arrébb, hogy mi történt Svájcban Csaszéknál. Tisztelt művész úr, nem volt egyszerű ezt a videót összehozni, azt kell, hogy mondjam. Remélem, hogy egy picikét elnyerte a tetszését. Természetesen a mezt szeretném felajánlani önnek, nem a jó pontok reményében. Köszönöm. Ez igen. Na, Levi? Hát nagyon megható, egyben vicces is. Tehát, hölgyeim és uraim, Császár Gábor a példakép. Tehát Császár Gábor a szerető apuka, a szerető férj, tehát ez igen. Tehát gratulálok, tehát tényleg óriási, óriási volt. A szerető apuka és a csodálatos férje, akitől a korrupció nem állt húzottan távol. Hát az nem volt belecsempészni valami kis trükköt. De ezek a pici apró részletek, hogy első menet, második menet, tehát hogy ebben, nem tudom, Andris javítsad, filmszakmailag is azért ez, igen. Tehát ez egy nagyot ugrott. Tehát az volt a feladat, hogy a 7 méterről dobja be a labdát az üres kapuba, ő viszont a túlsó kaputól felugrásból háttal cunderrel vállalt el. Ő maga is mondta, hogy picit lehet, hogy túlvállalta magát, de mindjárt meglátjuk, mert nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk, hanem hogy Scherer Péter mit gondol, hogy mindezt hogyan tudjuk lefordítani a matematika és a próza nyelvére. Jön Scherer Péter! Hát Levente és Gábor, két elképesztően aranyos családi videót láttunk. Ez is mutatja, hogy gyakorlatilag ez a fránya vírus, ez kihozza a szupersportolókból is az édesapát.
Hát először is Levente. Ez a sokoldalúság, ugye, tudom, hogy te szinkronizáltál is, színházban is játszottál színészként, és úgy tűnik, hogy elképesztően jól furuljázol. Ugye, hogy Aliz lányoddal, aki egy tüneményes kis szőke kislány, álltok egymás mellett, és a szárasztónak nedves partján elfurujázzátok egy szólamban, ez külön nem könnyű, ugyanis a két szólamnál lehet piciket csúszkál az egy szólamnál, minden hangnak ugyanott kell lennie, elképesztő koncentrációval, gyakorlatilag egyiktek se nézett fel a kamerába, csak egy Aliz egy icipicit egy pillanatra, akkor láttuk a bájos pofiát. Hát nagyon-nagyon aranyos volt az egész produkció. Én gondolom, hogy így telnek ezek a karantén napok. 7,38-adot tudok erre adni. Gábor. Baromi jól indul ez az egész, ezzel a zenei őrülettel megmutatja a még muszkliaidat, amik még mindig megvannak. Utána vált a videó, első menet, és bejön Eszme, a gyönyörű kislányod, akivel elkezdesz balettozni. Hát azt kell mondjam, hogy az első rész azért egy picit jobban ment neked, jobban áll ez a robotos dolog, de a balettban is el tudtalak fogadni, viszont a szememet odavonzotta a kislányod tehetsége és hát virtuóz balett tudása. És ezután jött a következő, amikor egy újabb táncszám, hát gyakorlatilag egy elképesztő családi produkció, én tudom, hogy nem lehetett ez se könnyű, és hát felajánlottad a MESZ-t, Gábor, én ezt elfogadnám, ugyanis 2013-ban ott voltunk a családommal, azon az elképesztő horvát-magyar kézi meccsen, amit megnyertetek, 6 gólt lőttél, utána néztem, és a fiam még olyan picike volt, hogy a két nagyobb lányom és a fiam oda mentek pacsizni veletek, de őt nem vettétek észre, a két csajjal lepacsiztatok, a sráccal nem, úgyhogy ez a póló az övé lesz. Nagyon szépen köszönöm, 8,28-adot tudok erre a produkcióra adni. Mik vannak? Milyen kicsi a világ, ugye? Istenem, ezek hiányoznak azért nagyon. Ez ilyen kis apróság. Mármint, hogy elfelejtettél valakivel lepacsizni? Nem, mert általában én voltam az, aki mindenkivel még visszament még pacsizni extra-extrába is. De ezek hogy mondjam, ezek a kis, ja, kis érzelmi töltetek. És érzékenyültem tényleg most egy kicsit, hogy így beszélünk róla. Meg hát én nagyon tisztelem a munkásságát Serer Péternek. Imádom a hangját, főleg a másnaposokban, az ellenek, ez a homártas is jelenetek. Szóval nagyon csípem ezeket. Úgyhogy jó volt egy ilyen embertől ezt hallani, és nem sokára megyünk haza Veszprémbe remélhetőleg, haza tudunk menni, és akkor ezt majd megoldom, mert ahogy láttam a környéken van, hol lakik a Serer Péter, tudjuk? Balatonnál van most a karantén alatt. Balaton, hát akkor valahol meg... A Balaton, északi part, úgyhogy... Körbejárom a Balatont. Ja. Az megvan az a mondat, amikor döbbenten vette észre, hogy az izmaid még megvannak? Hát ezt én is döbbenten veszem észre, mert 8-7 nem csinálok semmit, csak futok. Főleg a gyerekek után, de bírom a humorát. Levi, mennyire értesz azzal egyet, hogy egy szólamban nehezebb játszani, mint kettőben? Hát ez jó kérdés. Ezt majd legközelebb akkor megpróbáljuk Alizzal, és akkor majd elmondom, hogy ő is mit mondott. Jó van, egyébként bármi más kivetnivalót találtál ebben az értékelésben? Én a Csasszinak 10 pontot adtam volna. Ah, de aranyos vagy. Köszönöm. Látom, hogy rád az érzelmi részre. Még nem késő a furuját felajánlani, Levi. Gyerekek, hogy kikinek milyen furuját ajánl föl, az még egy picit odébb van. Mert hogy ugye most ott tartunk, hogy lement ezzel 3 játék, és ennyire kicsi különbség gyakorlatilag nem is létezik. Mondhatom, hogy amióta törtekre pontos Serer Péter, ez a valaha volt legkisebb különbség. 23,28-ad Csasszi, 23,38-ad Levi, tehát gyakorlatilag ezek a törtek, amit különbséget tesznek most közöttetek, és 2 játék hátra van még, már is neki megyünk az újabbnak. A hiszed vagy semnek az a lényege, hogy 3 állítást mondunk majd rólatok az ellenfeleteknek, de ebből a 3-ból csak 1 igaz és 2 hamis. Próbáltuk úgy csinálni, hogy az igaz is
lehessen akár hamis, és a hamis is tűnhessen igaznak, úgyhogy 5 pontért rá kell jönni, hogy melyik az igaz állítás a csomagban. Levi, akkor először neked fogok mondani 3 állítást chassisról. Próbáld meg valahogyan kiszaszerolni, hogy melyik lehet az igaz. A. Nyertem már gumicsizmadobó versenyt. Vagy a B. Idén januárban Schaffhausen díszpolgára lettem. Vagy pedig a C. 2018-ban Zürichben teljesítettem az Ironman versenyt. Melyik az igaz? Melyik az igaz? Szerintem nyert a chassis gumicsizmadobó versenyt. Mert? Mert az Ironman nem nézett ki belőle? Dehogy is nem, csak szerintem az még majd karrier után lesz a esedékes. Én úgy gondolom, hogy ő indult egy ilyen gumicsizmadobó versenyen. Én ezt nagyon el tudom képzelni, és simán megnyerte természetesen, és óriási. Hogy milyen eredménnyel zárult, azt majd tőle megkérdezzük. Ez ugyanis egy jó válasz! 5 pontért, Levi, gratulálunk! Hát azt hisz, mégsem olyan meglepő? Vagy most az hogy van? Megnyerted? Meg, de nem volt olyan egyszerű azért, mert nem az erő volt, hanem az, hogy taktikusan a végére hagytam a saját magam, és mindenki rossz taktikával próbálta a gumicsizmákat elhajítani az én kis falumban, onnan a kenyeriben, és aztán a végén kilestem, hogyha így pörögve dobom el, akkor nagyon nagy esélyem van, úgyhogy meg is leptem a nézőket. Volt valaki a csizmában, vagy ez csak a csizma volt? Valaki próbálkozott beletenni követ, hogy nehezebbnek tűnjön, és utána valakit el is találtak, ha jól emlékszem. Jó, hát ez a horror befejezés. Igen. Levi, 5 pont, ez egy nagyon komoly kasza, ez még nagyon sokat érhet majd neked. Figyelj, Csassi, mondok neked 3 állítást Leviről. Jó. Lőttem gólt playoff meccsen, ez az első. Szerepeltem a Padlás című musicalben, ez a második. És én voltam Damien magyar hangja az Omen 2-ben. Ez pedig a harmadik. Na jó, hát ez azért egy kicsit, hogy mondjam, mindegyiket el tudom képzelni. Lőttem gólt playoff meccsen. Nem. Mi volt a másik? A Padlás című... Szerepeltem a Padlás című musicalben. Mivel annyit tudok a Leviről, hogy szinkronizált és szerepel talán még színházban is, vagy rádió, kabaré, vagy valami, nem tudom, hogy hol, ezt el tudom képzelni. A szinkron meg ugye ez az Omen 2, legyen a második, fogalmam sincs. Tehát azt mondod, hogy szerepelt a Padlásban, ugye? Legyen. És ez egy rossz válasz. Pedig ott voltál Csassi a tűz közelében, mert a szinkronizálás lett volna az igaz. Az Omen 2. Milyen hangon nyomtad? Hát figyelj, hány éves lehettem? 12? 13? Hát mint egy 13 éves szuper lehettem. Most akkor Csassinak aznak kéne drukkolni nagyon, hogy ezt Levi nehogy véletlen eltalálja és 10 pontot szerezzen ebben a játékban. Így is már elég nagy baj neki, hogy egyszer szerzett 10-et. Figyelj Levi, itt vannak Csassiról az állítások. Az A. A születése pillanatáig úgy tudtuk, hogy fiunk születik, de kislány lett. Vagy a B. Az egyik bajnokink után Tina Turner elkérte a mezemet. Vagy pedig a C. Máig a szemem alatt viselem a testvérem hólapáttal leadott utését. Hűha. Ez már nem annyira egyértelmű, mint az előző volt. De szerintem... Szerintem az első. Tehát a születési pillanatáig úgy tudtuk, hogy fiunk születik, de végül kislány lett. Uh-huh. El tudom képzelni, hogy igen, tehát ez egy nagyon kedves sztori lenne. Jó, hát Levi, az van, hogy az orvostudomány mai állása szerint ez nem a jó válasz, mert a Csassiék végig tudták, hogy milyen gyerekük lesz, viszont ami igaz, az mi, Csassi? Az itt van még mindig a szemem mellett, a tesóm fejbe kólintott hólapáttal. Vagy hát igazából egy sima fémlapát volt, de igen. Szerencsére nővérként dolgozott a szomszédunk, és az ilyen helyzetekben mindig készen állt. Hárman voltunk fiúk, úgyhogy ez mindennapos téma volt az ilyenek.
Ez volt tehát az igaz állítás. Csasszi, ezt kibekkelted, ahhoz, hogy nagyon szoros legyen az állás, ahhoz most meg kéne mondanod, hogy melyik az igaz állítás ebből a háromból. Melyik igaz Levire? A. Nálam van a 98-as budapesti VB győztes korongja. Vagy B. Kanadában volt olyan, hogy a hideg miatt korival mentem edzésre. Vagy a C. A kutyámat egy kiváló kapusról neveztem el. Na jó, hát ez most... Oké. Okay. Val a kettest kiszedném a sorból, hogy korival ment edzésre, mert valahogy nem tudom elképzelni, hogy annyira sima lett volna a felület, hogy ezt meg tudja tenni. Uh-huh. Akkor a hármas. Én csak a videót láttam a Levinek, nem tudom, lakásban laksz, Levi, vagy házban? Nem tudom, hát ez nem hallottam kutyaugatást. De ez nem zárja ki azt, hogy, hogy esetleg ott van valaki. És az első az mi volt? Bocsánat, hogy megvan még az a... Az első pedig, hogy megvan a 98-as budapesti VB győztes korongja. Volt Budapesten VB 98-ban? Te tudod. Honnan tudnám? Még gyerek voltam. Na melyik az igaz? Nem nézted? A kutya. A kutya. Tehát azt mondod, hogy Levi a kutyáját egy kiváló kapussal nevezte el, ez pedig nem talált. Ne! Nem talált. Mert hogy Levi? Mert hogy ugye a 98-as VB korongja sincs nálam, mert a 2008-as korongja van csak nálam. De igaz, Ottawában volt olyan, hogy, hogy a belvároson keresztül vezet a kanál is, ami befagy telente. És hát volt alkalom, amikor korival a lábamon mentem edzésre, mert a ház, ahol laktam, és a csarnok össze volt kötve ezzel a kanálissal. Ez volt tehát az igaz sztori, úgyhogy Csasszi itt most nullázott ebben a játékban, ami a következő állást eredményezi számunkra az utolsó forduló előtt. 28,38 pontja van Szuper Leventének, és 23,28 Császár Gábornak. Az utolsó játék előtt azért kiszámoljuk, hogy kinek mi kell a győzelemhez, vagy a fordításhoz. Nagyon izgalmas utolsó játék következik mindjárt, hiszen 6 ponttal többet kell szerezni Császár Gábornak Szuper Leventénél ahhoz, hogy legalábbis addig megelőzze őt, amíg Levi feladata nem következik. Jön tehát az utolsó játék. A Szólíts a nevemenben egy játékosnak a nevét kell majd kimondani. Annyi pontért, amennyi meghatározásból erre rájöttetek. Összesen 10 igaz állítást hoztunk össze az embereitekről, és értelemszerűen, ha az elsőből megmondjátok, 10 pont jár, ha a másodikból 9, és így megyünk szépen sorban. Mindenki marad a saját sportágánál, és mivel 6 ponttal többet kell szerezni egy Csasszi, ezért ami tuti, hogy 5-ből vagy annál kevesebből meg kell, hogy mondjad, hogy kire gondoltunk, a versenyben akarsz maradni. Okés? Oké. Okay. Jó, tehát a kérdés egy magyar kézilabdázó. Kérjed, légy szíves a számokat. 7-es. A 7-es. Édesapám nyomdokain haladva kosárlabdázóként kezdtem. Nagy László. És Nagy László! Hát ezt nem hiszem el, 10 pont! Ez 10 pont! Ilyen még nem volt, hogy valaki elsőre benyomta volna. Ez óriási. Még egyelőre én is csak matekozok. Eltaláltam akkor, ezek szerint? Jó. Ja, okay. Bocs, nem annak örülök, hogy megjött a... Nem, csak azért én is most így, úgy voltam vele, hogy kockáztatok nyilvánvalóan. És bejött. És bejött, Csasszi, 10 pont. Ezzel a hazárdírozással, ami egyébként a karantén király eddigi legnagyobb ovációját kell, hogy maga után vonzza, ez volt az egyetlen elsőre kitalált játékosunk. Csasszi bezsebel 10 pontot, és ezzel bizony nyomás alá helyezte Szuper Leventét, és akkor Levi úgy számolunk, hogy 6-ból meg kell, hogy mondjad, mert akkor 5 pontot szerzel, és akkor még a nyolcadokkal, a Scherer nyolcadokkal, ahogyan a matematika világában ezt mondják, még vissza tudod előzni Csasszit, jó? Úgyhogy egy NHL jégkorongozót kell, hogy kitalálj, mondd a számokat. 2. A 2-es. Kanadában születtem, de 2001 óta amerikai állampolgár is vagyok. 4. A 4-es. Nálam többet senki nem viselte Észak-Amerikában a kapitánynak járó C-t. 6. Egyik beszenevemet a
csodás vakzenészről kaptam. Kapizsgálod? Stevie Y, Steve Eiserman. Steve Eiserman, és hogyha ezt a nevet kimondtad, azt nem lehet visszavonni. Ez a jó válasz, Super Levente megnyerte a játékot. Gratulálok! Ez szép volt. Mi csak így ülünk a Csasszival, mert nem tudom, Csasszi, te mennyire vagy otthon az NHL világában. Semennyire sajnos. Jó, akkor már ketten vagyunk, de Levi, beletaláltál. Ez segített Stevie Wonder a győzelemig? Igen, bár azt nem tudtam róla, hogy amerikai állampolgár is. Érdekes módon pedig, hát evidensen ugye detroiti játékosról beszélünk, volt legendáról. De hát a Stevie Wonder, az, igen, tehát az onnan már nagyon könnyű volt. Hát ez így alakult, nyilván ez szerencse dolga, beletenyerelt Csasszi is egy nagyon jó egy választásban, amiből meg tudta mondani, és te is beletenyereltél egy olyanba, amiből megmondtad. Már a kapitánynél is, már ott is azért, tehát volt még kérdésnek hely. Mutatjuk akkor a végeredményt. 5 játékot követően tehát 33,28 pontot szerzett Császár Gábor, és 36,38-ot Szuper Levente, ami azt jelenti, hogy Levi, te vagy ott a következő körben, és Csasszitól kell búcsúznunk. Azért jó buli volt, Csasszi? A videót rakd el mindenképpen. Élveztem, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, bár megmondom őszintén, nem direkt, de nem baj, hogy nem kell újra videót forgatni, vagy valamilyen stresszt okozni nekem. Úgyhogy, de jó volt egy kicsit játszani, egy picit más csinálni, úgyhogy köszi szépen, és gratulálok a Levi. És Csasszi, ne felejtsd el, hogy akkor ugye lógsz egy császármezzel Scherer Péternek, jó? Igen, mindenképpen. Oké. Levi, gratulálok, almával a szádban ünnepeld meg, légy szíves, és egy banánnal a kezedben a továbbjutásodat, és aztán figyelj majd minket, mert rövidesen ellenfélt is kapsz majd a legjobb 8 között. Köszönöm mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok velünk. Ciao. Ciao. Hello, köszi. A Rekordok műsorában Csasszi Nagy Lászlót, Levi a római divatot maxolta ki, ezzel Scherer Péter után a második szereplőnk lett, aki nyilvánosan beleharapott egy almába. Levente Péter óta ilyen szuper császár gyermekműsort nem láttunk tévében. Végül Levi hólapárt helyett egy jó megfejtéssel okozott öröksebet Császár Gábornak, és becsúszott a következő körbe.